Csáva fiú, meg a csodás lóbőr. Volt egyszer egy szegény fiú, aki korán árvaságra jutott. Nem volt neki semmije, egy falás étele, egy korty itala sem. Lova sem volt, így hát gyalogrotta a széles puszta útjait. Hát ahogy egyszer sétálgat, úgy megéhezett és megszomjazott, hogy már menni sem tudott. Ahogy ránézett egy domb tetejére, látta, hogy a kán emberei vidáman esznek isznak. A kán egy magas rangú ember. Földkúszott nagy nehezen a fiú a dombra, s kért tőlük egy falás ételt, egy kortyintás italt. Na de azok bizony nem adtak neki. Ahogy a fiú a domb aljában kúszott mászott, talált egy teljesen elrághatatlan bőrt. Nagy égségében és nagy kínjában azt tette a szájába. És ahogy a szájába tette, a fogai egyszeriben aranyá változtak. Gyorsan ugrott egyet a fiú, magához szorította a bőrt a fiú, hát ahogy ezt megtette, rögtön finom bársonypalást termett a vállán, alatta meg meleg bőrbekecs. És ahogy ugrott egyet, kezében a bőrrel, hát egyszeriben ló termett a lája. Reggel arra jött a kán, és kérdezi tőle, hát te meg honnan hoztad ezt a paripát, és ezt a bársonypalástot, csak nem tőlem loptad? A fiú kénytelen volt mindent elmesélni, nehogy valamit tegyenek vele. Aztán kezébe adta a bőrt is. Gyorsan a király is kipróbálta. A szájába tette a bőrt a kán, és várta, hogy a fogai aranyjá változzanak. Na hát azt várhatta. Ahelyett, hogy aranyjá változtak volna a fogai, kifullott az utolsó szemig, az egész fogsora. Egyetlen egy foga sem maradt. És ahogy magához szorította a bőrt a kán, egyszeriben úgy eltűntek róla a ruhák, mintha rajta sem lettek volna. No, gondolta a kán, teszek még egy utolsó próbát, és ahogy ugrott egyet, kezében a bőrrel, hát egyszeriben megnyílt alatta a föld, és mindörökre elnyelte a fösvény és gonosz kánt. A legény maga ült a trónra, s uralkodott igazságosan dolgos népe felett.